Kedves nézők, ez itt már a háttér. Aranyérmet szerzett a Fit Kid Európa bajnokságon a Klemenc Petra, Kovács Barbara, Simon Réka, Lipák Réka, Hartyáni Fanni, Bíró Lola és Szepes Réka összeállítású ceglidi csapat. A csapatnak a két képviselője ül itt velem szemben, Kovács Barbara és Klemenc Petra. Sziasztok, köszönöm szépen, hogy elfogadtátok a meghívást. Hát akkor gratulálok először is mindenféleképpen ehhez az aranyhoz. Dublinban volt, durván egy hete, jól mondom? Igen. De hát azért kanyarodjunk egy kicsit régebbre, nem is kicsit talán. Big Free Group kategóriáról beszélünk. Ez egy új történet. Mit kell erről tudni, Barbara? Minimum heten kell, hogy legyenek egy csapatban, és a lehető legkönnyebb elemeket is lehet használni, tehát a kicsiket is be lehet vonni. Mi is úgy voltunk Petrával, mi voltunk a nagyok, és a kicsik hozzánk csapódtak, és hát nagyon jó csoportot alkottunk, és szerintem sikeresen. Hát a jelek szerint itt téme bizonyítja, egy hatalmas nagy kupa is itt, amit magatokkal hoztatok, és még egyszer csak a gratuláció hangján lehet ehhez a teljesítményhez szólni. Mikor kezdtétek erre a felkészülést? Kellett erre másképp készülni? Új kategóriáról beszélünk. Az első versenyünk ezzel is hiszem május végén volt. Már ebben? Igen, ebben a Big Free kategóriában. Tehát ilyen értelemben akkor ez nem volt új számotokra? Az EB-n már nem, mert ugye a kvalifikációhoz kellett egy verseny is, ami alapján Magyarországról szintén három csapat jutott ki, és május előtt egy hónappal talán, amikor elkezdtük ezt gyakorolni, egy régebbi már bevált gyakorlatot vettünk elő, amihez nagyon szép ruha volt, meg volt egy alap, a zene, és akkor ezt bővítettük ki. Ezzel egyébként, ezzel a koreográfiával, ezzel a produkcióval, egy ilyen produkció úgymond meddig tart ki? Gondolom van ennek kifutási ideje. Nálunk nagyjából egy évig szokott tartani egy gyakorlat, vagy max. Két évig, hogyha ugye úgy vagyunk vele, hogy nagyon jól sikerült a gyakorlat, és akkor tovább használjuk. De egyébként szerintem ez a Big Free, ez most megújul a következő szezonra. Azaz? Decemberre, azt hiszem. Akkor lesz talán az első. Beszéljünk akkor magáról a versenyről. Hát nyilván volt előtte izgalom, de hát már rutinosak vagytok. Mekkora volt a mezőny, kik voltak a fő riválisok? Mit tudtatok róluk egyáltalán? Semmit nem tudtunk róluk. Semmit. 9-en voltunk a kategóriában, és voltak azért erős csapatok, tehát a ceglédi, nem a ceglédi, a magyarországi versenyen mi másodikok lettünk, és nagyon jó ellenfeleink voltak, és ugye három magyar jut ki az Európa-bajnokságra, és ott is ott voltunk mind a hárman Magyarországról, tehát már úgy indultunk neki, hogy nagyon erőset kell ahhoz teljesítenünk, hogy nyerjünk. Plusz voltak még spanyol csapatok, meg olasz csapatok. Igen, meg még talán volt, nem, három olasz volt, meg három spanyol. Milyenkor a versenymenete? Hogy megy ez a gyakorlatban? Avassatok be a részletekbe, hogyha valaki esetleg nem tudná. Ez a, hát itt ugye elemnél erősebb elemet nem lehetett csinálni a gyakorlatban, minden elem kategóriából egy elemet kellett csinálni, tehát összesen négyet, lazasági, erőelemet, akrobatikus és gimnasztikus elemet, és 3 perc hosszúságú egy gyakorlat, és azt kellett kitölteni magával ezzel a koreográfiával. Mennyire veszik szigorúan, mert ha jól tudom, szigorúan veszik azt, hogy tehát itt nincs 3 perc, 1 másodperc sem, ugye? Nincs. Illetőleg hát, van, csak akkor büntetés? Ha tovább nyúlik, hogy feltűnően tovább nyúlik, akkor szokták megnézni az időt, van, hogy milyen hosszúságú. Van valami kis mozgásteretek? Igen, olyan, szerintem 3 perctől 3:10-ig lehet a zenét megvágni. Észrevehető, hogy mondjuk egy 1/2 perccel tovább tart a zene, akkor már megnézik, és akkor pont levonás érjett. És magáról még egy kicsit a versenymenetéről részleteiben is, tehát ez hogy működött, mikor derült ki számotokra egyáltalán, hogy ti vagytok az elsők? Ugye itt ilyenkor jönnek egymás után, gondolom, a produkciók, jön a pontozás, figyelitek, egyáltalán tudtok ilyenkor a másikra figyelni? Nincs pontozás. Nincs pontozás? Nincs, az nem mutatják fel a bírók a pontszámokat, tehát nekünk csak az eredményhirdetésen derül ki. Csak a végén derül ki. Csak a legvégén, tehát fent a színpadon, miért egymás kezét szorongatjuk, és akkor akkor ez így még igen, hogy ez nagyon izgalmas. Igen. Olyan helyzetekben vagyunk olyankor, hogy kizárjuk teljesen a külvilágot, és csak arra figyelünk, amit a bemondó mond, hogy éppen akkor hanyadik helyzetek lettünk. Van-e ilyenkor idő meg energia figyelni a riválisokat? Tudjátok-e őket kritikus szemmel nézni, hogy na, ők
lehet, hogy voltak olyan jók, mint mi, de mi jobbak voltunk. Most mi voltunk az egyes rajtszámúak. És ez jó vagy rossz? Nehéz egyes rajtszámúval jó helyezést elérni, mert mindent az első rajtszámúhoz viszonyítanak abban a korcsoportban. Én viszont kifejezetten szeretem az egyes rajtszámot. És nekem miért? sokszor szerencsét is hozott, például az első Európa-bajnokságomon is egyes rajtszámmal indultam, amikor ugye második helyezést értem el, és azóta nagyon szeretek elsőnek felmenni, mert akkor én mutathatom be először a gyakorlatomat, hogyha azt mondják, tényleg egy olyat tudok nyújtani, ami kimagasló, akkor utána azt nem fogják elfelejteni. És akkor azt az utolsó gyakorlatig emlékezni fognak rá, hogy milyen is volt. Azért mondjátok el, hogy voltak még egyéb versenyszámok is, amivel indultatok ti is konkrétan. Ugye volt, beszéltünk itt még duóról és egyéni versenyzőkről is, igen, amelyik őtök gondolja. Mi indultunk duóban, ez is egy új gyakorlat volt, és pont emiatt nagyon izgultunk, mert amikor új gyakorlat van, az azért kicsit nehezebb felmenni úgy a színpadra. Kicsit túlizgultuk, jobb eredményre számítottunk, de ötödikek lettünk, aminek szintén örülünk, mert ez is egy Európa-bajnoki helyezett. És akkor az egyéni versenyzők? Sima Réka és Szepes Réka, mind a ketten az Open versenyben negyedik helyet értek el. A Szepes Réka egy nagyon jó gyakorlatot mutatott be, neki az elemerősségén kell még egy kicsit javítani, mert másokhoz képest neki kicsit gyengébb elemei voltak, és meg a technikája az, ami egy kicsit lentebb húzta, de magához képest, az otthoni gyakorlatokhoz képest, amit gyakoroltunk, sokkal jobbat mutatott. Jártatok-e már itt, mennyire volt ismeretlen vagy idegen számotokra ez a terepít Dublinban? Nem voltunk még Dublinban. Tehát ez itt minden új volt? Minden új volt, igen. Volt esetleg idő városnézésre, vagy nagyon sűrű, feszített volt a program? Egy nappal tovább maradtunk, mint azt a többiek mondjuk maradtak, és tudtunk egy napot kirándulni. Megnéztünk egy-két nevezetességet, sétáltunk. Hogyan tovább? Mire készültök most? Következő hetek, hónapok miről szólnak? Hát ezt még nem döntöttük el Petrával teljesen. Mi nehezebben tudunk felkészülni, ugye Barbie már Egerben tanul, és így nehezebb összeegyeztetni a mi gyakorlatainkat, és így elgondolkodtunk rajta, hogy lezárjuk-e így egy ilyen szép első helyjel a pályafutásunkat. De akkor erre a történetre még nem tettetek pontot, ez még azért nem dőlt el. Mert amikor már lejöttünk a szőnyegről, már azon gondolkodtunk, hogy ez egy első hely, meg a duó ötödik, hogy hát ha javíthatnánk rajta, vagy megmutathatnánk, hogy ez a duó sokkal többre képes, mint amit ott kihoztunk belőle. Köszönöm szépen, hogy nálunk jártatok, gratulálok. Köszönjük szépen. Kedves nézők, ez volt a háttér, köszönöm figyelmüket, viszontlátásra.